Pár gondolat van a nagy duett döntőről, hiszen véget ér az ország legnagyobb házi bulia. Nekem még mindig van egy páros, ahol nem tudom, hogy ki az énekes. Ön szerint ki az, aki a legesélyesebb lehet arra, hogy megnyerje? Hú, hát ez attól függ, hogy milyen, nagyon-nagyon nagyban függ attól, hogy mekkora a szavazótáboruk, hát ne szépítsük, mi lepontozzuk őket, és utána a rajongótábor eldönti, hogy kit szeretnének látni. Ez minden héten így megy, és minden héten meglepetést okoznak nekünk a szavazók, úgyhogy hát nem tudom. Mind a három más, mind a három jó, mind a három más. Talán a Pokornyi Liáéknál tűnik nekem úgy, hogy nehéz eldönteni, hogy ki a versenyző és ki a tanár. Mind a ketten profiknak tűnnek nekem, és a színészi mesterségüket nagyon jól kamatoztatják itt a versenyben. Aki egy nagyon nagy meglepetés volt nekem, az a Hajni. Hát a Király Viktor nem, mert azt tudom, hogy ő mit tud, és hogy nagyon tud. Hát most nem is tudom hirtelen. Ki is a harmadik, ma annyira meg vagyok. Jaj, hát a Hien, na hát, én csak Krisztiánnak hívom, mert hát ez azért ő már egy eléggé felnőtt férfi korba lépett, valaki olyan furcsa ez a Kuki becenév, de hát ezt ugye Franciaországban kapta. Nem tudom, hogy itt a versenyben fazon egyéniség, állati nagyot fejlődött. Én mind a hármat esélyesnek tartom az első helyre. Mondom, én szerintem azt fogja eldönteni, hogy mekkora a szavazótáboruk. Azért, hát nem akarok erre így külön, mert soha semmit nem lehet tudni, de amikor ugye az elején kezdtek kipottyanni a versenyzők, akkor úgy magamban este elgondolkoztam otthon az adás után, hogy húha, hát én azt hittem, hogy sokkal nagyobb háttér tömeg van, és nem volt. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, hogy itt azért kiderül ám,